eldönteni és kiválasztani a legjobb árérték arányú, olcsóbb fényt sosem volt nehezebb. Nyilván rengeteg minden zajlik a világban, és egy ilyen apró dolog egy elég király probléma, hogy éppen ezzel tudunk foglalkozni, és nem sokkal rosszabbal. Rengeteg mindenről kell beszélnünk, és nyilván hosszú ez a lista, de a videó pont ez az apró kérdéskörnek a tisztázásával foglalkozik. Talán hallottál már a Godox márkáról, aki az egyik élenjáró abba, hogy az ilyen digitális tartalomgyártóknak elérhető termékeket készítsen. Ma bemutatok valami újat, ami nagyon magas minőségű, elég erős és sokkal megfizethetőbb. Ez egy belépő kategóriás, szerintem olcsónak számító Godox széria, Litemonsnak hívják, és 4 különböző fénye van, 150 watttól 200-ig és sima 5600 Kelvin és különböző színhőmérsékletű verziókkal. Nagyon sok részletet át fogunk beszélni, teszteljük, igazából most is azt látod, mert ezzel vagyok megvilágítva, konkrétan egy LA200B-vel, és ez lesz amúgy a keylightom az egész videó alatt, de először jöjjön az intro. Disclaimer, a Godox elküldte nekem ezt a softboxot és magát a fényt is, de semmilyen beleszólásuk nincsen abba, hogy hogyan véleményezem, mit adok át róla. Kezdjük a dobozzal, nyilván ott van benne maga a fény, ami csak 1,4 kilós. Minden kábel benne van a dobozban, és zárhatóak, tehát nem kell aggódnunk, hogy mondjuk véletlenül kiesnének, és maga a táp, amihez csatlakozik a kábel, annak van egy ilyen fém kis tartója, amivel rárakhatjuk mondjuk az állványra, vagy bárhova elhelyezhetjük. Beszéljünk arról, hogy milyen a felépítése, milyen maga a fény, ugyanis ez műanyag, és eléggé kompakt, ezáltal egyrésztől nagyon jó kisebb helyekre, olyan stúdiókba, vagy szobákba, mint ahol én is ezt veszem fel, ugyanúgy tudjuk rögzíteni, mint bármilyen COB fényt, egy műanyag tekerővel elég erősen rá lehet szorítani magára az állványra, a csatlakozóra, és könnyű használni. Ugyanúgy egy standard méretű bóvánsz csatlakozója van, és egy elég nagy tölcsérrel jön, de van egy beépített ernyő csatlakozója is, úgyhogy el tudod dönteni, hogy éppen milyen fénymódosítót szeretnél használni. Minden, ami kontroll, az a hátulján van, van egy LCD, amin látszik a közepén, minden ott van, hogy milyen a fényereje, milyen a szénhőmérséklete, olyan verziónk van. Van 2 gomb, és 2 tekerő is. Van egy Bluetooth, és van egy effekt gomb, amivel nyilván a ma már standardnek számító effekteket érhetjük el. A bal oldalán lévő tekerővel be tudjuk állítani a színhőmérsékletet ugye a több színes verziónval, 2800-tól 6500 Kelvinig megy, és csak simán el kell tekerni. Amúgy a sima 5600-as verziónak 8 beépített effektje van, a több színhőmérsékletesnek pedig 11 effektje van. A másik tekerővel pedig 0 és 100 között tudjuk beállítani, hogy milyen erős legyen a fény outputja. Minőség szempontjából szerintem bízhatunk a fényben, az LA200D a hozzájáró tölcsérrel nagyon durva 101.000 luxus outputot tud 1 méterről, ennek a másik oldalán az LA150B van 5600-on 66.600 luxut tud ugyanebben a konstrukcióban. Amúgy nagyon jó maga a színprofilozása, a CRI érték az 96+, a TLCI pedig 97+. A Litemon fények, mivel a Godox gyártja, ezért kompatibilisek a Godoxnak a mobil appjával is, hogyha szeretnéd, akkor használhatjuk ezzel, beállíthatunk preseteket, különböző fényeket összekapcsolhatunk, teljesen egyszerű, könnyen kezelhető. Mit gondolsz te? Ez egy olyan fény, amit te szívesen használnál, vagy azért megnézed a másik opciókat is, mint például az Amaran 200D az Aputure-től, vagy a V-Light Ninja 20, vagy 200. Mielőtt erre válaszolunk, vagy megkérdezem tőled, hogy mi a helyzet, beszéljünk a softboxokról. Ugye szokták azt mondani, hogy minél nagyobb, annál jobb. A kérdés, hogy te mennyire finoman szereted. Viccet félretéve, szerintem az ilyen Talking Head setupokra ez igaz, és minél nagyobb ilyen parabolikus softboxokat lehet használni,
de ha mondjuk limitált a helyed, lehet kisebb, vagy mondjuk olyan esetekben, amikor mondjuk én éppen nagyon a termék videózásra kattanok rá, vannak olyan négyszögletes softboxok is, amik sokkal jobbak erre. Például egy ilyen hosszúkás szögletes softboxsal nagyon jó oldalsó fényt lehet csinálni, például egy terméken, egy üvegen, de keylightként mondjuk egy 90x60 cm-es softbox ideálisabb, hogyha ugye nem ilyen talking headet használunk. Te milyen softboxot használnál? Kérlek, írd le a véleményed a kommentben. Mi az, ami még maradt, kimaradt a videóból? Van néhány dolog, amire meg szeretnélek kérni először is. Tényleg kíváncsi vagyok a véleményedre, úgyhogy írd le, hogy te miket választanál. Folytassuk a beszélgetést a kommentben. Hogyha eddig végignézted a videót, remélem, hogy hasznosnak találtad. És ha ez így van, kérlek nyomd be a like gombot és a feliratkozás gombot is a csengővel együtt, hogy ne maradj le más ilyen review-król vagy BTS videókról. És hogyha hasonló fényt keresel, ami amúgy egy nagyon-nagyon nehéz feladat, ahogy ugye az elején is mondtam neked, tökre átérzem a helyzeted, én is mindig ebbe vagyok, szóval mielőtt döntést hozol, javaslom, hogy nézd meg ezt a videómat az Amaran 200D-ről, vagy a többi Viltrox fényről is, csak klikkelj rá, és találkozunk a következő videóban. Köszi, hogy itt voltál, szia, sziasztok!